Nagy népszerűségnek örvend a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola rajztagozata, ahová óvodából rajzaik alapján kiválogatott gyerekek kerülhetnek be. A rajztagozat beindítása kedvező fogadtatásra talált, mind a diákok, mind a szülők és az iskola részéről is. Bátki Erika pedagógus úgy fogalmaz, beigazolódott, hogy folyamatosan fenntartható és felső tagozatba is átmenthető az alkotó munka szeretete. Én ide kerültem 91-be, félállásban kezdtem el tanítani, és akkor rajzszakkört vezettem kicsiknek is, és azt vettem észre, hogy egyre több kicsi jön, és már lassan nem férünk be a terembe, és jobbnál jobb munkákat produkáltak, kiállítottam őket, eredményeket értek el, és akkor a következő évben oda mentem az igazgató úrhoz, hogy hát ha kicsik ennyire lelkesek, akkor érdemes lenne ezt folytatni, úgyhogy elsőtől rajztagozatot indítani, hogy tulajdonképpen azt, amit óvodában elkezdtek, ezt a nagy örömet a rajzos kifejezés iránt, azt tudják folytatni, ugyanis egy kis gyereknek minimális óraszámban van csak rajzórája, és így rögtön, ha tagozat van, akkor délelőtti órákban 2, délutáni órákban 2 órája lesz, és ez a 4 óra talán elég lesz ahhoz, hogy fent tudjon maradni ez az érdeklődés, és ez a kedv, ami a rajz iránt van bennük, mert az óvodásban benne van ez a rajz fontossága, és annak a rajznak a kifejező szerepe, az óvodásnál nagyon lényeges, hogy ezzel elmond dolgokat, amit másképp nem tud kifejezni. Tehát ezt folytassuk, ez volt a cél. És végül is be is igazolódott, hogy 28 éve már működik, igényelik tulajdonképpen a gyerekek is, és a szülők is, mert már megszűnt volna, ha nem így lenne. Mindig jön egy újabb első osztály, akik rajzosok, és 8. rajztagozatosok. A tanító azt mondja, elsősorban nem az a cél, hogy művészeket neveljenek, hanem hogy a gyerekek megszeressék az alkotást, és ki tudjanak kapcsolódni a felgyorsult, modern mindennapokban. Ösztönző hangulatú órákon egymást inspiráló légkörben tapasztalják meg az alkotó munka értelmét, szépségét a diákok. Szinte minden évben van olyan, aki művészeti iskolába jelentkezik, és nagyon sok gyereket már felvettek, és végül is az egész pályájukat meghatározta, mert középiskolában, művészeti középiskolába jártak, majd elmentek, sikerült az egyetem, és nekik több bükkből különböző ágon lettek művészek. Építészek is lettek, amik rokon szakma. Tulajdonképpen fel lehetne sorolni sok gyereket így, akik elvégezték iparművészeti vagy képzőművészeti egyetemet, de nem ez a cél. Tulajdonképpen nem az a cél, hogy művészeket neveljünk, hanem az, hogy ez a kifejező eszköz még fontos maradjon. Amikor dolgozik, akkor szeressen dolgozni, és ebben a tevékenységben jól érezze magát. És hát jelentsen számára ezt egyszerre kikapcsolódást, elmélyülést. Amikor dolgozik tulajdonképpen egy jó munkánál, megszűnik a külvilág, és teljesen átéli magát, beleéli magát ebbe. Szerintem ebben az időszakban, amikor a mobiltelefonok ilyen népszerűek, és tulajdonképpen nagy többségében az idejüket a telefonnal vagy a számítógéppel töltik a gyerekek, még jobban érzem azt, hogy felértékelődött ez a dolog, mert itt tulajdonképpen nálunk nincs ilyen. Vetíteni szoktam számítógépről projektorral mindig kezdésnél. Használjuk zenét, hallgatunk rajta, de tulajdonképpen azt a szerepét, amit úgy szoktak, azt most így nélkülözzük, és tulajdonképpen így az a célunk, hogy kreatív, alkotó szellemű gyerekek legyenek, és a érzékenyek személyiségükben gazdagok legyenek ezek a gyerekek. Tehát egy kicsit másképp lássák a világot. Szeretek rajzolni, meg szeretem, amikor rajzolhatok itt a festészeten. Festek, vagy anyagozok, nekem mindegy. Én így is, úgy is szeretem. A diákok rendszeresen eredményesen vesznek részt megyei, országos és nemzetközi rajzversenyeken, melyek kiállításain az iskolát képviselhetik. Ilyen a Tolna megyei gyermekrajzpályázat is, melyet a Babits Mihály Kulturális Központ szervez, és idén már 50. éve került megrendezésre. A jubileumi évforduló alkalmából a Szekszárdi Művészetek Házában lettek kiállítások.
kiállítva a gyerekrajzok. Nagy öröm, hogy az iskolánkból 6 tanuló lett a díjazottak között, és köztük 2 vannak, akik a zsűri elnökének a külön díját kapták. Ezek még jobban ki vannak emelve, mint a többiek így. 16 iskola indult ezen a pályázaton, és körülbelül majdnem 298-300, lehet mondani 300 munkát állítottak ki. Tehát ennyi volt be is beküldve. Én 13 munkát, vagy 12 munkát küldtem be, és akkor így lett ebből 6 díjazott. Dani képét, ugyanis ő képe szerepel a minden oklevélen. Gratulálunk, Dani, nagyon erős, szép munkát végeztél. Az őszi madarak hogy vonulnak, és hát mennek el az őszi tájban. Díjat nyertem vele, meg az oklevelen is rajta van a madaram. Diófapáccal rajzoltam, és festettem. A tanulók rajzait már több alkalommal felhasználták éves asztali és fali naptárakban, óriás plakátokon, kiadványokban, pólóra nyomtatva, porcelánon, de megjelent egy bátaszéki diákok által illusztrált verseskötet is.